Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb vloggal, méghozzá azért, mert hogy a fények megérkeztek. Így megpróbálom nektek megmutatni. Egyébként másodjára veszem föl a videót, mert az elsőre elfelejtettem megnyomni a felvétel elindítását. Így érkeztek ilyen. Ez szerintem a fény ávány lesz, ez meg maga a fény, és ez ugye duplázva. Van itt mellettem egy ilyen vénavak hosszabbítós elosztó, ami... közben nyitogatok. Amivel mindjárt demonstrálni tudom, hogy mi a helyzet. És... most itt azt próbálom elérni, hogy nyíljál már ki fény. Alright, oké. Van benne leírás, ezért, ami azt állítja magára, hogy ő 42 watt és 4000 lumen. Ez papírforma szerint stimmelhet is, ha ennek a felét teljesíti, már kurva jók vagyunk. Tehát, hogy ezért, gyerekek, hát ez kurva nagy. Megjött a fény. Így, ez a fény. 220-as vége van, úgyhogy ezt most le kell fejtsem, ezt a 220-as tudjátok, összekócmadzagolják az ilyen kábeleket, és ez szép és jó, csak ilyenkor nehezíti a helyzetet, és akkor most dugunk. Azért mondtam, hogy ez a vakbéna elosztó, ezt hoztam ide magam mellé, mert egyébként így egy kicsi folytán vagyok az elektromos csatlakozásoknak, de ez majd egy másik történet lesz, hogy itt megnyomom azt, hogy gomb, azt a kurva élet! Gyerekek, ez brutális. Oké, adnak hozzá egy távirányítót. Aha, ha látnátok belőle, adnak hozzá egy távirányítót, ez a szokásos kínai vakforma tervező távirányítója. Mivel már másodjára veszem föl, ezért nekem van egy távirányítóm az előző lámpából, amivel elvileg ezt is lehetne szabályozni, ugye? Bizony. Ó, nagyon jó. És akkor most a fölfelé nézzük a csutka kakaó üzemmódot, és méghozzá színhőmérséklet állítással. Nagyon tud, sárga fényt is tud, meg hófehér fényt is tud. Ugye itt a lényeg az volt, hogy ez tarol, ez nagyon brutál, gyerekek. Jaj! És van rajta egy ilyen éjszakai mód. Aha. És off. Off. Kiégett a szemem, bakker. A 2000 lumen az nagyjából igaz. És akkor érkezett hozzá állványom is. Tök mindegy, úgyis ki kell bontani ezt is. Tök jó, hogy egyszer felvettem a videót már. Az tök jó volt, amikor befejeztem a videót az előbb, és akkor így nem indítottam el a felvételt. Van másik szett. Jó, ezt egy kicsit macerással kinyitni, mert egy ilyen zacsiba van. Oké. Ja, egyébként még igen, tehát a kamerának a dobozába ez a gömbfejes szabvány, fényállvány is megtalálható, nem csak a távirányító. Mert alapvetően nem mondott, hogy nem nyitottam ki, de jó van. Oké. Szóval, ez egy szabvány, fényállvány, mikrofonállvány, fényállvány, ezek így nagyjából egyre mennek. Tehát, hogy ez ilyen mindegyik szabványos mindegyikkel. Jó van, ugorjál el. Megvan. Oké. Érkezett hozzá egy asztali rögzítő elem. Ez a asztali rögzítő elem teljesen szabványos, letekeri az ember, és ez már valami upgraded verzió, az biztos, mert ebben már raktak ilyen, hát ilyen kínai szivacsot. Mindegy, szóval nem a fém érintkezik a faasztallal, hanem a kínai szivacs érintkezik fölülről a faasztallal, alulról meg a fémmel, mert hogy kínai.
de igazából véve teljesen, tökéletesen jók ezek az állványok. Oké, és érkezett hozzá a karos állvány, zacsi félre, karos állvány, ebből is egy upgrade-elt verzió a kínaiaknál, ez már jobb, mint ami a mikrofonomon van, azért, mert itt be lehet állítani a dőlés szögét ennek a, ezének a mikrofonosnak még nem lehet, igazából ez egy harmadik csavar is le van fixálva. Egyébként meg ugye úgy működik a dolog, hogy így belerakja az ember, aki csavarja, belerakja, ha túl csavarja, a kezében marad a csavar, és akkor ezt így ugye rárögzítjük az asztalra, és ennek a végére megy majd a fény. Ami, miért van nekem ilyen melegem, amikor megy a klíma, nem értem. Ami úgy néz ki, hogy rá kell rakni ezt a fütylit. Mekkora dzsuvát csináltam itt magam mellett, ezt a fütylit, ez egy ilyen gömbfejes fényrögzítő cucc, ami a bármilyen fényállványon szabványos, föl kell itt tekerni. Ezt érdemes egyébként rendesen meghúzni, mert okozhat meglepetéseket, ha a fejedre esik a fény. De nem tudod túlhúzni, mert akkor már elforog benne a cső is, tehát hogy meg kínai. És akkor erre kéne ráaplikálnom az fényt. Először is ez teljesen balra, igen. És inkább az állványt tekerem, mert a fény be van dugva a kettő húzva. Az nem volt egy túl okos ötlet, hogy így szerelem, de nem baj. És akkor a végén ráhúz. Azért van ez a ráhúzó egyébként minden fény szereléssel rajta, mert hogy ezzel elvileg, ha kilazítjuk, lehetne forgatni a fényt. Ez nálunk azért nem lényeges, mert alatta ilyen gömbcsuklós rendszer van, amivel szabadon mozgatható. És arra vagyok kíváncsi, hogy még mindig működik. Hát ez még mindig működik, ez kurva nagy. Gyerekek, és akkor ez úgy lesz, hogy majd így az asztalom olyan pókszerűen fog a fények így mindenfelé, de a lényeg az, hogy a hátam mögé tudom irányítani őket. Próbálj nem összegabajodni. A hátam mögé fogom őket irányítani, és akkor a zöld vászon az elvileg most már nem tud bezizisedni, mert véletlenül odébb rúgtam a földre lerakott kis szerelős lámpámat, ami egyébként itt van mellettem a földön, azt majd elteszem. Úgyhogy jó, megjött a fény, kurva jó, iszonyat erős, tehát hogy én megmondom őszintén, hogy volt bennünk egy kis félszat azzal, amikor rendeltük, hogy biztos jó lesz, de ez jó lesz. Ezt így most szépen félre tudom, így le tudom tenni, és akkor a szemetekbe tudok nézni. Na, szóval megérkeztek a fények, kurva jó, és most gyorsan adás előtt, ami úgy nagyjából fél óra múlva van, megpróbálom így beízíteni a rendszert, hogy a fény az már az adás szolgálja, és akkor ezért toljuk a Dyson Sphere projektet, úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmét, további kellemes délelőttet kívánok, ha bármi kérdés óhaj-sóhaj merülne föl, nyugodtan a komment szekcióba írjatok, mert akkor majd így postafordultával tudok válaszolni, és rövidesen találkozunk adásban. Sziasztok!